Sziasztok mindenkinek, Eni vagyok. Csinálok gyorsan egy gyors videót, mostanában sok minden történt, most éppen karácsonyi fotózáson voltunk, arról jöttünk haza. Reggel behívtak dolgozni, ez lett volna a szabad hétvégém, de valaki beteg lett, úgyhogy behívtak. Úgyhogy dolgozni voltam reggel, talán a fotózás volt. Nem Halloween, hanem hálaadáson is túl vagyunk. Első év volt, amikor csináltam pulykát, édeskrumplit, cranberry szószt, ami áfonya szósz, azt hiszem otthon. És jól sikerült egyébként nagyon. Andy anyukájánál is voltunk, ők is készültek, a család, az összes unokatesó itt volt, ami tényleg jó volt. Úgyhogy általában örültem, hogy szabad napot kaptam arra a napra, karácsonykor be kell mennem dolgozni, úgyhogy ezt kaptam meg. Jó volt együtt lenni a családdal, de egyébként hiányoznak az otthoniak, hiányzik a család, hiányoznak a barátok, keresztapukám nincsen túl jól, úgyhogy rá is sokat gondolok. Ilyenkor rossz az, hogy tényleg nagyon távol vagyok. Ezen kívül gyors update. Beteszem a videó végére, milyen hálaadás menüt csináltam. Egyébként büszke voltam magamra, mert tényleg féltem attól, hogy a pulykát leégetem, vagy valami lesz vele, de teljesen jól sikerült, nem volt vele semmi gond. Most jöttünk a fotózásról, ezt már nagyon vártam. A karácsonyi fotókat, Nina nagyon cuki volt. Ja igen, ami miatt nem is nagyon jelentkeztem most sem, az beteg volt. Nem tudták, hogy mi a baja. Fülgyulladással kezdődött, rá egy hétre visszatért a magas láz, majd úgy ébredt fel, hogy kiütések voltak a szegénynek az arcán mindenhol. Bevittük a sürgősségire, nem tudták, hogy mi a gond, azt hitték, hogy penicillin allergia, vagy hogy valami vírus okozza, de nem voltak benne biztosak, hogy mi. Úgyhogy három doktor után azt állapították meg, hogy ez a kéz és láb, kéz, láb és száj talán kakszaki vírus okozza, úgyhogy ennyit tudtunk meg. Szerencsére már jobban van Inácska, de ez a utolsó két hét nehéz volt, mert sokat aggódtam én is, nehéz volt elmenni úgy dolgozni, hogy tudtam, hogy beteg, viszont tudtam, hogy jó kezekben van, mert az apukája kivett szabadnapot, és vele volt. Úgyhogy most ennyit történt, ezek a történések. Közben volt a házassági évfordulónk, és anyukámnak is volt születésnapja. Ugye rá is sokat gondolok, szeretnék már vele skype-olni. Évfordulónkat egy nagyon szép étteremben ünnepeltük meg, nagyon-nagyon jó kajákkal. Úgyhogy ennyik a történések most. Várjuk a karácsonyt. December még meg sem kezdődött, de itt már mindenki karácsonyi lázban ég. Úgyhogy ennyi van. Sziasztok, sok puszi mindenkinek. Ha tetszenek a videóim, iratkozzatok fel. Sziasztok!